A mai nap megkezdődik az Egységes alapiképzési Program hatodik üteme bevonulással. Összesen a régióból, tehát Baranya, Somogy, 11 fő fiatal vonult be, hogy végrehajtsa a 8 es Egységes alapiképzési Programot. Egy kicsit az előzményekről lehetne, hogy mit kell mégis erről tudnunk, mi, mi, mi várható velük kapcsolatban? Tavaly szeptember 1 egységes alapiképzést hajt végre mindenki, aki a Magyar Honvédség állományába jelentkezik, legyen tartalékos szerződéses vagy bármilyen jogviszonyú katona. Ezzel kapcsolatban ez nagy előrelépés, hiszen nem különböző kiképzési rendszereket kell összehangolni, hanem egységesen hajtja végre mindenki. Az ide jelentkezők a két hónapos, tehát 8 hetes kiképzés után mehetnek úgymond, műveleti besorolású alakulatokhoz, amennyiben teljesítik az ahhoz szükséges feltételeket, tehát eredményesen végrehajtják az alapkiképzést, valamint egy ö, ö, eredményes egészségügyi, fizikai és pszichológiai vizsgálaton esnek át. És ezután mi következik majd? Ezután úgymond műveleti alakulatoknál vagy harcoló vállalhatnak szolgálatos, szerződéses jogviszonyban. Az elsődleges az, hogy a, a, az a szeretet, és Eddig a 36 évem alatt ugye a hazámtól kaptam dolgokat és most úgy érzem, hogy eljött az ideje, hogy én is adjak valamit a hazámnak és akkor úgy gondoltam, hogy a katonai szolgálat ez, ez tökéletesen megállja a helyét. Mit vársz ettől a felkészüléstől valamint, hogy te, te hogyan esetleg készültél-e már valamire? Ö, személyesen, ugye fizikálisan ugye készültem rá. Ö, nem csak kifejezetten elsődlegesen a katonai szolgálatra készült mindig fizikálisan, ugye játékvezetőként is működöm a Zala megyében, a futball és az, hogy az állóképességem az tökéletes legyen, az miatt is ugye történik ez a fizikai felkészülés. Mentálisan azért készültem rá. Voltam már én katona, kilenc hónapig voltam katona, Tapolcán voltam, a tüzéreknél voltam, utána a civil élet, a civil életet azt meguntam, és utána pedig beálltam, mint szerződéses határőrnek álltam be, Szent hárdon szolgáltam, 2000-ben szereltem fel, és 2003 közepén szereltettek le minket, mert belső határok lettek. Utána a civil élet, aztán most úgy döntöttem, hogy 45 éves fejjel, hogy önkéntes tartalékos leszek. Jelen pillanatban ugye a hazámat szeretném szolgálni.